Okay. Kapuzsok, Damien, Dibusz, Gulácsi, Szapanos, Vedök, Balog, Botka, Lang, Mocsi, Szalai Attila és Szalai Gábor, Köszöpályasok, Bolla, Kalmar, Kata, Kerkes, Nagy Ádi, Nagy Zsolt, Nego, Stiles, Suodovski, Tamadok, Ádám, Csobot, Gazdag, Orvat, Nemet, Szoboszlai. Köszönjük szépen, és akkor várjuk is a kérdéseket a kerettel, illetve az ellenfelekkel kapcsolatban. Azt kérném mindenkitől szokás szerint, hogy a mikrofont legyetek szívesek megvárni, és utána feltenni a kérdést, hogy az M4Sport nézői is hallják, amit kérdeztek. Parancsoljatok! Bence, parancsolj! Itt. Jó napot kívánok! Borbola Bence vagyok a Nemzeti Sporttól. Ugye előzetesen a szövetség kapitány Márkó Rosszi azt mondta, hogy elképzelhető, hogy lesznek újoncok keretben. Elnézve a négy sort azért a sok hiányzó ellenére azért csak sikerült egy viszonylag ultimos választottak összeállítani. Mekkora a nehézséget okozott azért a hiányzó pótlásra, hogy most a négy sor kilevés. Köszönöm. No, non è stato difficile perché diciamo che quando una decina di giorni fa la situazione sembrava un po' più complicata, adesso per fortuna si è un po' stabilizzata, come potete vedere chiaramente questa convocazione ezen a kerethirdetésen nagyjából ugyanolyan nevek hangzottak el, mint a legutóbbi szeptemberi kerethirdetésen, és nem különbözik az a szeptemberi kerethirdetéstől. Nagy mértékben nyilván van most néhány olyan játékosunk, akiket nem tudunk, akikre nem számíthatunk sajnos, mint Vili és mint Varga. Ezzel szemben Sallairól már most elmondhatom, hogy ő is velünk együtt csatlakozik hozzánk, tehát ő is az összetartásra megérkezik hétfőn. Napi szinten fogjuk figyelni az állapotát. Nyilván nem fogunk fölösleges kockázatokat bevállalni, se olyanokat, amik számunkra, se olyanokat, amelyek számára kockázatosak, de amennyiben ő rendelkezésünkre állhat, helyreállhat a mérkőzésekre, akkor szívesen számítanánk rá. Annyi pluszban ez még hozzátennék, hogy éppen ebből kifolyólag, amit a szövetségi kapitány mondott, a Freiburg kapott hivatalos kikérőt Rolandra vonatkozóan, pont azért, hogy minden esetőségre fel legyünk készülve, arra is, hogyha esetleg úgy alakulna a dolog, ahogy nem feltétlenül mondanám azt, hogy több esély van rá, de mégis úgy alakulna, hogy bevethető lenne, akkor ennek adminisztrációs akadálya ne legyen, hiszen a kikérőket egy bizonyos határidőig mindenképp ki kell küldeni, utána a klubok már nem kötelesek elengedni a játékosokat, tehát éppen ezért a határidő előtt a Freiburg is kapott egy kikérőt a Rolandra vonatkozóan. Következő kérdés pedig várni Kisváról. Jánosi Károly vagyok, a 888 munkatársa. Azt szeretném megkérdezni a kapitány úrtól, hogy ugye nézők nélkül játszunk Bulgária ellen. Ez melyik nyom többet alatba? Az, hogy nem lesznek ott a hazai szurkolók, vagy az, hogy sajnos nem lesznek ott a kevesebb számban ugye a vendégszurkolók, vagyis mi? Hát azt hiszem, kétségtelenül a mi szurkolóinknak a hiánya, mert hogyha ott lettek volna, valószínűleg a bolgárok
nem igazán tudtak volna ellenállni a nyomásunknak. La location della partita è stata spostata a Sofia. Sofiából Plovdivba helyezték át a mérkőzés helyszínét, hogy elkerüljék a rendbontást. Kapott a bolgár szövetség bizonyos fenyegetéseket. A rendőrség úgy nyilatkozott, hogy nem tudja szabatolni a mérkőzés biztonságát, és ezért játsszuk ugye Plovdivban, zárt kapuk mögött, és nem Szófiában. Részemről ez óriási keserűségre ad okot. Keserű a szájízem, mert elsőlegesen, mert nem számíthatok a mi szurkolóinkra. Noha tudom, hogy a mi szövetségünk mindentől tehetőt meg fog tenni, hogy visszanyerjék a befektetésüket, a pénzüket, mert ne felejtjék, hogy a szurkolóink között sokan komoly áldozatot vállalnak, hogy követhessék a válogatottunkat, repülőjáratokat foglalnak, hotel, egyéb utazások, befektetnek. Nagyon nagy tiszteletet érdemelnek ezek a szurkolók, különösen ők a legfontosabb részei egyébként a szurkolók a mi üzletünknek, ha mondhatom így, a mi látványosságunknak, és azt hiszem, a mi szurkolóink abszolút megérdemlik ebből a szempontból is a legnagyobb tiszteletet. A másik dolog pedig az, hogy tanácstalan vagyok abból a szempontból, hogy az UEFA-nak és a Bolgár Szövetségnek gyakorlatilag ezt a fajta zsarolást, ezt a fajta városi hadviselés, gerillaharcot el kellett fogadniuk. Különösen ebben az időszakban ezt nem lett volna szabad megengedni. Ogni giorno, sentendo i mert giornali, ugye minden nap az ember bekapcsolja a híradót, látja, hogy mi történik a nagyvilágban, látjuk, hogy mihez vezet az erőszak. És abszolút nem lett volna megengedhető egyrészt a sportágat, nem csak a labdarúgást, bármilyen más sportot erőszakkal megfenyegetni. Ez igazából annak, hogy ennek engedtek, ez az én részemről óriási csalódás. Következő kérdés. Van-e még? Bence, parancsolj. Ugyebár a bolgár labdarúgó válogatottnak új szövetségi kapitánya van Liev személyében. Mire számít, mennyire ismeri az ő filozófiáját, mennyiben változhat meg a bolgár csapat felfogása, játéka? Ovviamente. Egész biztos vagyok benne, hogy Iliev-vel minőségi változás jelent az ő személye, Csernomorét rendkívül jól edzi. Láttuk már, hogy milyen taktikai megközelítésben szereti a mérkőzéseket lejátszani. Arra számítunk, hogy eddig a klubcsapatánál betöltött szerepét fogja a válogatott élén is lejátszani. Bár olyan nagy változásra nem számítok, noha ez további motivációt is jelent. Igazából egy labdarúgó válogatottnak igazából nem szabadna, hogy nagyobb motivációt jelentsen bármi, mint a hazai mez felöltése. Pusztai Béla vagyok az NSO TV-től. Azért ott Kecskeméten leesetett egy ki a szívéről, bár mondta, hogy nem volt már olyan nehéz kijelölni a keretet, de amikor látta, hogy Dibusz Dénes véd, akkor gondolom, hogy egy gondol kevesebb volt. Arra szeretnék rákérdezni, hogy azért volt a B-terve esetleg Dénes se tudod volna a kapuba állni. Köszönöm. Hát három kaposunk van. Stiamo invitando un periodo a questa parte. Dénes, ugye, Dénes mellett ugye gyakorlatilag viszonylag hosszabb idő óta négy kapust hívunk keretbe, hogy bármilyen utolsó pillanatban
bekövetkező negatív eseményre felkészüljünk. A Dénes időben biztosította felől, hogy játszani fog a Genk ellen, és még azt is említette nekem, hogy ezt a balszerencsés eredményt tekintve balszerencsés Kecskemét elleni mérkőzést is lejátsza, de teljesen helyreállt, mint ahogy Endi is, és nincsenek emiatt különösebb aggodalmak. Következő kérdés, amennyiben van még. Matyi, parancsol. Molnár Mátyás vagyok az M4 Sporttól. Milyen képe van a kapitánynak a játékosok fizikai állapotáról? Ugye a szerbek elleni mérkőzés után azért érezni lehetett a litvánok elleni találkozón, hogy az sokat kivett a csapatból. Van-e ilyenfajta információ a kerettagokról? Illetve ehhez kapcsolódik az a kérdés, hogy most szerencsésebb-e így, hogy először játszunk majd a bulgárokkal idegenben, ott be lehet gyűjteni azt a minimum egy pontot, ami a továbbjutáshoz kell, és így ez a mérkőzés lehet a felkészülésnek az abszolút fókuszában. Hát egészen biztosan a bulgári elleni mérkőzésen meg kell, hogy szerezzük azt a pontot, akár egyet, akár hármat, amely szükséges ahhoz, hogy kijussunk az EB-re. Én nem hiszem, hogy ez szerencsének nevezhetnénk. Volt már hasonló mérkőzéspár. Most ugye a következő rögtön a Bulgária elleni, ahogy te is említetted. Azt hiszem, hogy a Bulgária elleni győzelem abszolút benne van a mi képességeinkben, és hoznunk kéne ezt a mérkőzést. Viszont ami Litvániát illeti, én nem annyira azt mondanám, hogy sokat kivett belőlünk, nem annyira a fáradtságról volt szó, mert igazából tisztában volt azzal a válogatott ott is, hogy milyen energiák vannak, egyszerűen a megközelítés volt elrontva. Tehát ami engem illet, ez sem Bulgária ellen, sem soha többé a jövőben nem ismétlődhet meg. Én elfogadom, hogy veszíthetünk, hogyha jobb az ellenfél, mint mi, vagy éppen azon a mérkőzésen jobb, mint mi. Azt nem fogadom el viszont, és soha nem is fogadottam el, amióta csak edző vagyok, hogy rossz legyen a megközelítés, rossz legyen a hozzáállás. Mert mi azért vagyunk a pályán, hogy győzzünk, és ha győzni akarunk, akkor abszolút fel kell arra készülnünk, hogy párharcokat megnyerjünk, és fel legyünk 100%-osan készülve minden aspektusból, fizikális és mentális aspektusból egyaránt. Litvánia ellen az első fél időben sok kinek kényszerített hibát követtünk el. Én azt mondanám, nem csak technikai és taktikai hibák, ami sok volt, de ezek a hibák is elsődlegesen a mérkőzéshez való rossz hozzáállásból eredtek. Nincs olyan technika, nincs olyan taktika, nincs semmi, ami javíthat, ha nem jó a hozzáállás, ha nem akarsz győzni, ha nem akarsz a győzelemért játszani. Amikor a nemzeti színeket viseled, mindig minden egyes párharcot meg kell akarnod nyerni. Ez az alapja. Aztán erre következhet bármilyen taktika és technika. És akkor még egy záró kérdés a Bence részéről. A szurkolók ugyebár szóba kerültek, és ha nem is lehetnek ott a hírek szerint, azért jó néhányan, ha már megvan a repülőjegy és a szállás, elutaznak Bulgáriába, és ott lesznek, ha csak kívülről is, az arénán kívülről buzdítsák a csapatot, és ha úgy alakul, együtt ünnepeljenek a válogatottal. Mit szól ehhez? A kapitány azért alakuljon úgy, hogy együtt ünnepelhessenek. Hát, ezt igazából ez mindannyiunk közös reménye. Ez is bizonyítja számomra, hogy i nostri tifosi, a mi szurkolóink milyen támogatásban részesítenek bennünket, mennyire mellettünk állnak, mennyire támogatnak minket. Nyilván ennek további
lendületet kell, hogy adjon nekünk, mert én nem hiszem, hogy ez más válogatottaknál egyáltalán nem ez a helyzet, egyáltalán nem egy megszokott jelenség az, amit mi megtapasztalunk a szurkolónk részéről, és ezért is a küzdeni akarásunkkal ki kell fejeznünk, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy ők velünk együtt ünnepelhessenek egy ilyen mérkőzésen, mint a Bulgária elleni.